csillagponthírek a csillagpont rádió hírműsora. Javában tart a megyei kormányhivatal egyik Mincenti téri épületének a felújítása. Megemelkedett a szabadtéri tüzek száma, diák színjátszók versenyeztek a Miskolci Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. március 8-án, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Már javában tart a megyei kormányhivatal egyik épületének a felújítása az egyelőre tervekben szereplő új Miskolci kormányhivatali negyed rész lenne az épület, de megyeszerte dolgoznak a járási hivatalok korszerűsítésén. Szerencsén csütörtökön adtak át két felújított épületet, mint egy 1 milliárd forint uniós támogatásból korszerűsítik a megyei kormányhivatal hat épületét, ebből három Miskolci, a Mincentér három szám alatt található családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály épülete, a foglalkoztatási főosztály valamint a Zombori utca kettő szám alatt található a Miskolci járási hivatalhoz tartozó foglalkoztatási főosztály újul meg, tudta meg a minap.hu Demeter Ervin Borsod megyei kormány megbízottól. Az ITC épület mellett található két főosztály épületének felújítása Keopos pályázat útján jöhetett létre. A jövőbeni kormányhivatali negyed része lesz még a tervek szerint maga a székház is. Ez azonban akkora volumenű beruházás lenne, hogy külön kormánydöntés szükséges hozzá. Mi előkészítettük a terveket, a kormány részéről áttekintik a forrásokat, és ezt követően döntenek a beruházásról. Én minden esetre optimista vagyok ebben a kérdésben, biztató ígéreteket kaptam, illetve azt látom, hogy a kormány részéről is elkötelezettek az új Miskolci kormányhivatali negyed kialakítása mellett, fogalmazott Demeter Ervim. A megyei kormány megbízott csütörtökön szerencsen két újabb felújított kormányhivatali épületet adott át. A földhivatali osztályra több mint 60 millió forintot fordítottak, még a népegészségügyi osztályra több mint 35 milliót. A középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései Borsodabói Zemplén megyében című beruházás sorozat mintegy 1,3 milliárd forintból valósul meg. Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. Országosan több mint 400 ilyen tűzhöz riasztották a tűzoltókat ebben az esztendőben. Az esetek 99%-a emberi gondatlanságra vezethető vissza. Dojtság Dávidot, a Borsodabói Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják most. A csapadékmentes időjárás ismét nagy mértékben kedvez a szabatéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének. Idén országosan már több mint 400 alkalommal havatkoztak be a hivatásos tűzoltók ilyen jellegű tűzesetek miatt. Bosodabói Zemplén megyében eddig 83 esetben kellett lángoló száraz növényzetet oltaniuk a beavatkozó egységeknek. A vegetáció tüzek kialakulásának okai legtöbbször az emberi felelőtlenségre, figyelmetlenségre vezethetőek vissza, tehát odafigyeléssel, veszélytudatos viselkedéssel és a tűzgyújtási szabályok betartásával megelőzhetjük ezeket a káreseteket, illetve az ezekkel járó esetleges sérüléseket és károkat. A kerti hulladék Kapcsolatban például érdemes tudni, hogy ez a tevékenység tilos a hatályos jogi szabályozás értelmében. A tiltás alól azonban az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. Vérüket adták a városháza dolgozói, több mint 30-an vállalták a tűszúrást azért, hogy másokon segítsenek. Az elmúlt hónapok influenzás megbetegedései miatt kevesebben tudtak vért adni, a Vöröskereszt ezért véradó kampányt indított. A Városházán ez már a második szervezett véradás volt. Nap mint nap a város ügyeit intézik, most pedig a vérüket is adták a hivatal dolgozói az elmúlt napok egyikén. Volt, aki 21. alkalommal ült a székbe. A tartós hideg és az influenzás időszak miatt csökkent a véradók száma, ezért a Vöröskereszt kampányt indított. Évente 11 ezer egység vérre van szükség, ehhez csak Miskolcon 250 véradó eseményt szerveznek. A Vörös Facebook oldalán indítottak olyan kampányokat, amelyekben közösségi vezetőket kértek arra, hogy meséljék el számukra, miért fontos a véradás. Illetve két hetente a Miskolci naplóban mindenki talál majd egy nyeremény a saját postaládájában, amelyet intézeti véradás alkalmával tud bedobni egy gyűjtőládába. Közöttük ajándékokat sorsolnak majd ki, mondta, illetve nyilatkozta a minap.hu-nak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezetének igazgatója. A hivatalban ez a második szervezet véradás volt. Évente kettő-három ilyen alkalmat terveznek. Diák színjátszók versenyeztek a színházban. Rep, ének, slang humor és az ember tragédiája filozofikus alkotást állítottak színre Miskolci középiskolások, idén erős mezőnyből választottak ki a legjobbat a szakmai zsűri. Az ember tragédiája reppelve a nehéz filozófikus darabot a fiatalok a maguk nyelvére fordították. Jó volt a hangulat, mi is hozzátettünk egyébként a darabhoz elég sokat. A reppelés az nekem személyesen a kedvencem, mondta Dobjász Vendel. A diógyőri Gimnázium előadásában a mai fiatalok nyelvezete mellett természetesen az eredeti szöveg is hangsúlyt kapott. Ebben a gimnáziumban a tanulók mintegy 20%-a tagja a diák körnek. Többen színészek szeretnének lenni. A színpadi légkörhöz már most hozzászokhatnak a Miskolci Nemzetiben. Általában úgy szoktunk dolgozni, hogy én készítek egy alapot, és utána jönnek a gyerekek ötletei, tehát ahogy most mondtuk, Madács Imre és én írtam az alapot, a gyerekek pedig hozzárakták a maguk ötleteit, a vicceit, poénjait. Nyilatkozta a Miskolc Televíziónak Székely Gabriella tanár. A versenyen a Diósgyőri gimnazisták mellett bemutatkoztak a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium és az Rínyi Ilona gimnázium tanulói is. Az rinnyisek zenés játékban mesélték el az ember tragédiájának történetét. A szakmai zsűri leginkább az összképet figyelte. Nem színészeket kell keresni, és nem arra kell figyelmet fordítani, hogy itt színészek nevelődjenek egy-egy ilyen közösségben. A leginkább nekem az izgalmas egy ilyen játékban, ha egy húron pendülnek, tudnak közösen játszani, mondta Nádasi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze. A Miskolci Nemzeti Színház idei évadában mutatta be a nagy színház közönségének az ember tragédiáját. A húsz év után bemutatott előadásban ezúttal Ádámot Simon Zoltán, Évát Prohászka Fanni alakította, Lucifert pedig Görög László keltette életre. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont Hírek! A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.